Továbbra sem mehetnek a média képviselői, még a befogadó központ környékére sem. Az illetékesek ezt azzal igazolják, illetve azzal magyarázzák, pontosabban, hogy holnap lesznek majd csak hivatalos információk magáról az esetről, addig pedig senkinek, még maguk a migránsok sem nyilatkozhatnak. Egyébként annyit lehet tudni továbbra is, hogy a fiatal férfi, aki elkövette az öngyilkosságot, 23 éves volt, Afganisztánból érkezett, körülbelül 3 hónapja tartózkodott itt Síden, illetve Adashevcin, és korábban megpróbálkozott ugye a szerb-magyar határon is átjutni, nyilván Németországba, vagy egyéb európai uniós országba, és természetesen azt is tudni lehet már, hogy egyedül utazott, nem voltak vele családtagok, illetve társak sem. Megpróbáltam itt útközben beszélni a település, Adashevci településnek a lakosaival, hogy ők hogyan vélekednek a migráns helyzetről, arról, hogy itt tartózkodnak a migránsok. A legtöbbjük azt mondta, hogy hát kicsit tartanak attól, amikor éjszaka, ugye, hogy ne találkozzanak velük, illetve hogyha erre sétálnak, de különösebben nem zavarja őket egyenlőre a jelenlétük, hiszen ugyanis a maguk a befogadó központok azok még továbbra is ki vannak helyezve a városon kívül, illetve a településeken kívül. Volt szerencsém, mielőtt még megkértek bennünket, hogy hagyjuk el a helyszínt a befogadó központban, bejutni is néhány percre. Ott annyit tudtam meg a migránsoktól, hogy ahol többnyire 1000 migráns, azt el kell mondjam, körülbelül, hogy 1000 migráns tartózkodik most ott a helyszínen, hogy még egyesek meg vannak elégedve többnyire a körülményekkel, addig mások viszont arra panaszkodtak, hogy nem kapnak elég meleg ruhákat, illetve az étel minőségére is panaszkodtak, a víz minőségére úgy szintén. Érezhető egyébként a feszültség is, el kell mondani azt, hogy ezek a migránsok már némelyikük akár fél éve is itt tartózkodik ezen a helyszínen, és nem tud tovább jutni. Tehát valamennyire azért azt is érezni, hogy elég nehéz a helyzet, és hát ugye, mint ez az utóbbi eset is arra mutat, hogy néhányan fel sem tudják dolgozni azt, ami történik.